Bede Anna tartozása Mind együtt ültek a bírák. Ott kün a köd neki nehezedett az idomtalan épületnek, és szinte összép szorítá annak falait. Ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és pálinkaszag és a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. A bírák fáradtan dőltek hanyat székeiken. Az egyik behunyta szemeit, és kezét bágyattal leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését. A másik ásítozva dobolt ironyával az zöld asztalon, míg az elnök letolva pápa szemét orra -hegyére, izzadó homlokát törlékendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészre szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak. Van-e még odakül valaki? kérdi vontatott hideg hangon a szolgától. Egy leány, mondja a szolga. Hadd be az a leány. Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üde áramlott sorran be vele, mely szeliden meglegintette az arcokat, és megcsiklandozá a szempillákat. A vastag ködön át, mintha egy csugár is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok közt, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán takaros egy teremtés, délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan módosan símult, mintha szoborra lenne öntve. Fekete szemei szendén lesütve, magas domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. Mi áradban vagy, gyermek? kérde az elnök közönösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja fekete kendővét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, mint ha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák nem olyan mogorva többé. A király képe, meg az ország bírójé is odább, nyájosan integet neki a néma farról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás elmondja az, csak hogy azt még elébb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszli felső kapcsát, és kezeivel belenyúlni érte. Ó, oh, a csúf kapocs! Né, lepattant! <laughs> leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte szemérmesen. És az írás is kihullonnan. A kegyetlen szürke fej, az elnöki, elfordul. Csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés, dünnyögi, amint a szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhivatik, hogy fél évi fogház büntetését mai napon megkezdje. A lány szomorúan bólint a fejével, és amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő. És a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér liliom volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt szegény. Eredj lányom, a törvény törvény. Nem lehet vele tréfálni. Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a félesztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét. Mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskájhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza mereven, és azt mormogja önkéntelenül. A törvény, törvény. Majd újra meg újra végigolvas az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fehér lapon, de bizony következetesen azt mondá, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt fél évi fogságra van ítélve. A bádokkorika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan szél támadt oda künt, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat, és mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzongást keltve besűvít a nyílásokon. A törvény, a törvény! A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kész pedig a csengettyűt rázza meg a törvény szolgának. Kísérjön el, bede annát a fogházi felügyelőhöz! A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi, semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok. Bede Erzsi, mert tetszik tudni, a testvérnéném, az az Anna. Ma egy hete temettük szegényt, Hisz akkor nem te vagy elítélve. Hú, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem. De hát akkor minek jössz ide, te bolond? Hát úgy volt az, kérem, hogy mi alatt ez a dolga a király járt, meghalt. Mikor kiterítve feküdt a világos kamrában, akkor jött ez a parancsolat a félesztendő miatt, hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta. Bejó, jó, hogy nem bírta kivárni. Nem ezt várta. Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni. Amint ott feküdt, mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett, mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatt a keveredett bűnbe. Azt gondoltuk, hát, mit, gyermekem? Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a halóporában. Ne mondhassa senki, hogy adósa maradt. Édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a félesztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva, milyen naív, milyen együgyű lány. Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira a homlokát törli, talán lejjebb valamit. Jól van, lányom, szól harkan és szeriden. Hanem megállj csak, most jut eszembe. Széles tenyerét homlokára tapasztja, és úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne. Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok. Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a leány az öregre, és szól közbe. Lássák! Lássák! Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Oda lép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a holló hajat a fején. Oda fönt másképp tudódott ki az igazság. Erre egy haza lányom, tisztelem édesanyádat. Mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt? Suttogá, és kis kezét szívéhez szorította.